Üdvözlöm a Kölcsei Televízió nézőit. A mai víkend kutyákról és más állatokról, koncertről, bábszínházról és kiállításról fog szólni, és természetesen programajánlóval is készülünk. Először azonban vendégünk egy hős schnauzer kutya, Darcy, és büszke gazdája Márton Nóra. Sziasztok! Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Amikor beléptetek, az jutott eszembe, Somló Tamásnak van egy dala, Lányok és kutyák, nem tudom, ismered-e. Egy egész más világ. Hát Darcy utoljára 2019-ben láttuk itt a Kölcsei Televízió Weekend című műsorában. Mondhatom, hogy azóta egészen komoly kutya lett, de nem csak komoly, hanem egy internetes oldalon láttuk, hogy nagyon komoly hős is lett belőle. Mesélj arról, mi volt ez a mentő akció, amiben részt vettetek? Hát Darcyval már kb. 2 éve elkezdtünk mentőkutyázni, tehát ő egy személynek az egyedi szagát követi, és pár hónapja el is kezdtünk konkrétan bevetésekre járni, és a legutóbbi bevetésem sikeresen el is vezetett egy eltűnt személyhez, Magosligeten jártunk, az Máté Szalka környékén van, egy otthonából reggel 6-kor eltávozott férfit kerestünk, és egy társzék közeli tanyához vezetett, ahol szerencsésen a keresőcsapattól megijedve meg is találtuk a férfit, hogy elkezdett szaladni, és úgy vettük észre, hogy ott van. Igen, ő egy mentálisan sérült férfi volt, a Felső-Tiszavidéki Búvár és Mentő Egyesület kérte tulajdonképpen a kutyás segítséget. Igen. Hogy kell ezt elképzelni? Nyilván ezzel a férfivel nem találkozott még Darcy. Oda mentetek az otthonába, és akkor ott tulajdonképpen a valamiféle szagmintát vett, és úgy indultatok a keresésre? Hát ilyenkor megkérjük a hozzátartozókat, vagy a rendőröket, hogy biztosítsanak nekünk egy olyan ruhadarabot például, vagy volt már, hogy párnahúzatot kaptunk, ami előtte rajta volt az eltűnt személyen, tehát előző nap, vagy akár aznap is, és erről veszi a szagmintát. Ilyenkor mindig megpróbáljuk megkeresni azt a területet, ahol legutoljára, tehát hogy a legbiztosabb, hogy ott járt, és az eltűnéshez legközelebbi időpontban itt egy videókamera felvételén láttuk, hogy az egyik háznak a kertjéből elindult lefelé, a szántóföldek felé, és onnan indítottuk Darcyt, egy pólóról vette a szagmintát, és úgy. És mennyi idő alatt találta meg a fiatalembert? Hát szerencsére nem volt távol a fiatalember, tehát egy fél óra volt körülbelül, de ő reggel 6-tól, mi este 6-ra értünk oda, mert akkor kaptunk riasztást, tehát ő addig nem tudtuk, hogy hol van, úgyhogy azért elég sokat volt távol. Tulajdonképpen ugye ilyenkor, amikor elindul a keresés, akkor nem is lehet felmérni, hogy mekkora veszélyben van az, akit kerestek, tehát minden esetőségre föl kell készülni. Maga a kutya számára ez nyilván egy játék, ugye? Igen. És azt nem tudjuk Darcy tőled megkérdezni, hogy hogy érezted magad abban a pillanatban, amikor megtaláltad ezt a fiatalembert, de te gazdiként azért látod, hogy mi a kutyusnak a reakciója. Ő örül ilyenkor, vagy boldog? Természetesen, ugye nekünk ennek az egész keresésnek az a lényege, hogy csak akkor minősítjük sikeresnek a keresést, ha a kutya embert talál a nyom végén, tehát ő azt személyes kudarcnak éli meg, ha nem is talál ott senkit, és olyankor mindig az kicsit visszább is vesz a munkájának az eredményességéből a későbbiekben, úgyhogy újra rá kell tréningezni az elejét. Tulajdonképpen ezt nevezik main tréningezésnek? Igen. Ez akkor a pontos neve. Most nem tudom, hogy Darcy nagyon unja a banánt, és ezért ásítozik folyamatosan, vagy pedig zavarban van. Mit jelent az, amikor a kutya ásít? Igen, ilyenkor ők akkor is ásítanak, hogyha stresszesek, és így vezetik le. Valószínűleg, mert mindenképpen próbál testi kontaktusba kerülni veled, nyalogat, biztonságot ad számára, hogyha ott vagy. Igen. És most ismét ásítottad egyet. Köszönjük szépen, Darcy, nem tudom, egy jó pofa leveses csont, vagy leves csonttal lehet, hogy föl tudnánk kelteni az érdeklődését. Hogyan lehet valakinek, aki most néz minket, esetleg hasonló módon hős kutyákat kiképezni és részt venni egy ilyen folyamatban? Hát az Egyesületünk vállal ilyen mantrailinges kutyák kiképzését, úgyhogy hozzánk bármikor lehet jelentkezni az elhivatottaknak, akik szeretnék ezt kipróbálni, akár csak hobbi szinten is, és utána meglátjuk, hogy a kutya képességei alapján alkalmas-e rá, és mindenféleképp
mi jutalommal, labdával vagy jutalomfalattal tréningezünk. De ugye azért ezt nem úgy kell elképzelni, hogy valaki elviszi a kutyusát, és rögtön aznap már kiderül róla, hogy milyen földön kívüli képességekkel rendelkezett, azért ehhez idő kell. Igen, idő kell. Van, amelyik kutya gyorsabban rájön, van, amelyik lassabban. Ugye először gazdát keres, azzal próbáljuk rávenni, hogy használja az orrát, és ha az már megy, akkor utána kezdünk idegen személyeket bevonni a keresésbe. Vannak kifejezetten tehetséges kutyafajták ennek a dolognak a vonatkozásában, akik ebben nagyon jók? Hát a vadászkutyák, tehát a kopók például, vagy a tacskó, a retrieverek, ők orrban azért határozottan jobbak, mint például egy schnauzer, csak ezekkel a kutyafajtákkal az a probléma, hogy gyakran elviszi ez a jó orruk, tehát például vad nyomon szívesen elindulnak, úgyhogy azok a kutyafajták, amiknek bár nincs annyira jó orruk, de szívesebben működnek együtt az emberrel, tehát hogy meg akarnak felelni, mint például a német juhászkutyák, ezért olyan jók, és ezért használják őket a rendőrök. Azok a fajták, mondhatjuk, hogy könnyebben, gyorsabban rájönnek, de bármelyik kutya képes erre. Nóri, te mennyi időt töltesz Darcyval egy nap? Hát, ugye ő bent él velem, és most a Covid miatt, hogy én folyamatosan otthon voltam, így ő is, tehát szinte mondhatni 0-24-ben együtt voltunk, de az aktív foglalkozás az naponta 3-4 óra. És amikor mondjuk úgynevezett normál időszak van, és nem otthonról dolgozol, akkor csak reggel este találkoztok? Reggel igen, és délután hazaérek, és utána délutántól másnap reggelig folyamatosan együtt vagyunk. Én úgy gondolom, hogy ő nagyon örül most akkor ennek az időszaknak, és a kutyusok nagy része úgy van vele, hogy bárcsak a home office soha nem érne véget, vagy bejönne ez a bizonyos 4 napos munkahét, amiről mostanában már lehet olvasni, mert akkor még több időt töltene a gazdájával. Húha, lehet, hogy itt a kollégánk csúnyán nézett rám, minden esetre egy morgó kis hangot adott. Darcy, nyugi! Most már mindjárt mehettek, jó? És a gazdidat senki nem bántja, hanem nagy szeretettel fogadtuk itt ismét a Weekend stúdiójába. Köszönjük szépen, szívből gratulálunk, és reméljük, hogy még Darcy életében is lesznek hasonló hőstettek. Köszönjük szépen, ő is köszöni. Kedves nézők, hős kutyus után különleges disznókkal folytatjuk a Weekendet. A Nyíregyházi Állatparkba ecsetfülű disznók érkeztek, mi pedig meglátogattuk őket. Újabb fajjal gazdagodott a Nyíregyházi Állatpark, már túl vagyunk az 500 fajon. Kik érkeztek most hozzátok? A Nyíregyházi Állatpark kontinensenként mutatja be földünk élő világát. Most jelenleg az Afrika panoráma egyik kifutója mellett állunk, ugyanis igen különleges külsejű állatokkal gazdagodott a gyűjteményünk. Ecsetfülű vagy másmilyen bojtósfülű disznók érkeztek hozzánk. Alapvetően, hogyha a vadon élő sertésekre gondolunk, azok általában barna vagy szürkés színezetűek, ezek azonban égővörös szőrzettel rendelkeznek, és az ecsetfülű vagy bojtósfülű elnevezés arra utal, hogy valóban ilyen ecsetszerű pamacs van a fülük végén. Ezt mire használják, ezt a különleges fülszerkezetet? Semmire nem használják, de rendkívül komikus külsejűek ezáltal. Leginkább ilyen mesebeli koboltfülekre hasonlít a fülöknek a mintázata. Egyébként aglegények, most jelenleg ebben a csapat aglegény csoportban élnek. Lengyelországból a Wroclaw állatkertjéből érkeztek hozzánk, és amíg időlegesen zárva volt a Nyíregyházi Állatpark, akkor jöttek. Most a kifutót már teljesen belakták, és nagyon intelligens állatokról van szó. Itt a Nyíregyházi Állatparkban többféle vadon élő sertésfajjal is lehet találkozni, mint a varacskos disznóval, vagy az örvös pekarikkal, de ezek kifejezetten intelligens állatok a gondozóik elmondása alapján. Igen, itt ahogy etetted az előbb őket, szinte látszott, hogy várják és tudják, hogy most milyen ételt fognak kapni, meg hát gyakorlatilag, ha szóltál volna, nekik lehet, hogy le is ülnek éppen, vagy elkezdik csóválni a farkukat. Mondtad, hogy különleges terepeszközöket is kaptak, és ezeket is nagyon hamar elkezdték okosan használni. Mindenevő állatokról van szó, tehát hogyha a kedvüket keressük, akkor különféle gyümölcs, zöldségféléket adunk, de itt a talajoknál folyamatosan turkálnak férgek, csigák után, és előszeretettel szoktak dagonyázni itt is a pocsolyában. Említettem, hogy nagyon intelligens állatok, éppen ezért különféle környezetgazdagítási eszközöket raktunk be a számukra. Most műanyag hordókat kell megbögdösniük ahhoz, hogy a szemes takarmány abból kihújjon.
körülbelül másfél óra alatt rájöttek arra, hogy mi is a funkciója ennek az eszköznek, és azóta is előszeretettel használják ezt. És a gondozók elmondása alapján a kifutóba kibezárás is nagyon egyszerűen történik, nagyon okosak ezek az állatok. Szemes takarmányt mondtál, de az előbb az is elhangzott, hogy férgeket is esznek, te banán dobáltál nekik, van olyan étel, amit nem esznek meg szívesen? Szerintem nincs olyan növény vagy állatéletű termék, amit nem kóstolnának meg, viszont rangsor van a csordán belül, a kondán belül is. Jól látható volt, hogy elkülönülten kellett adni nekik a táplálékot, hogy nehogy összeveszenek, de mindenki tudja, hogy a csapaton belül hol van a helye. Említetted, hogy nagyon különleges és egyedi a színük a disznókhoz képest, ez mennyire okozott nekik problémát a természetben? A természetben nincsenek veszélyben, egyedül talán a leopárd az, ami a fogát rájuk feni, viszont az ember térhódítása következtében csökken az ő természetes élőhelyük is, viszont állományaik stabilnak mondhatóak Afrika szerte. Ön disznó formájuk van, zömök testalkatúak! Jön a nevetésemre. Tudják, hogy róluk beszélünk, egy picit a testalkatukról néhány szót, olyan kifejezetten a fülüket leszámítva, disznós a testalkatuk, milyen méretekkel rendelkeznek? Itt mögöttem ugye ivarérett hímek láthatóak, ők most 2 évesek múltak, most jelenleg a becsült tömegüket tudom, csak olyan 100-120 kg-osak. És beszéltünk ugye az intelligenciáról, és ahogy az előbb egy picit hangosabban felnevettem, azonnal jöttek az állatok, mert hogyha megjelenik én itt a színen, akkor az biztos, hogy stábot jelent, azaz finomságot. Most 4 hím van itt. Nőstények miért nem érkeztek, fognak érkezni? Alapvetően ez az állat is az Európai Fajmegőrzési Program keretében jött hozzánk, és az jellemző, hogyha nagyon sok hímállat gyűlik össze Európa szerte, akkor sokkal könnyebb őket tartani aglegény csoportokban. Ugye van egy szlogen, hogy nincs nő, nincs sírás, és itt is, hogyha 4 fiút együtt tartunk nőstény nélkül, akkor sokkal békésebben, barátságosabban élnek. Később, ha szeretnénk majd tenyészteni ezt a különleges külsejű állatot, akkor viszont a 4 hímből 1 fog maradni, és nőstények fognak majd a későbbiekben érkezni hozzá. Tehát ez egy hosszabb folyamat, de már számos fajnál itt az állatban ez történt. Gondoljunk csak az indiai orszarvú siker sztoriára, ahol 2006-ban jött először 2 hím, utána 2010-ben és 2014-ben nőstények, és már 2018-ban bébi is napvilágot látott, tehát ez egy hosszabb folyamat. Most egyelőre 4 hímet tartunk, aztán a későbbiekben lehet, hogy nőstényt is fogunk tudni bemutatni. Önök is megnézhetik ezeket a mókás külsejű állatokat, sőt, hamarosan koncertekre is lehet menni. A témában vendégünk Varga Zsuzsó és Balog Ati. Sziasztok! Szia. Jó estét! Hát a Mustárház ugye rengeteg programot szervezett már az elmúlt évek során. Nem tudom, hogy most kifejezetten ez az elmúlt egy esztendő, ez mennyire volt csöndes a Mustárház életében? Én úgy gondolom, hogy most igazán csökkentett üzemmódban működtünk az elmúlt egy évben. Próbáltunk mi is többé-kevésbé házon belül egy-két programot megvalósítani. Természetesen ugye nekünk is nagyon gátat szabott ez a vírushelyzet, de hát nagyon örülünk annak, hogy újraéled az ország, újraéled a tavasz, jön a nyár, és akkor indulnak ezek a koncertek. Ugye természetesen a Mustárházban már nem ismeretlenek az amatőr zenekaroknak ismeretlen fellépőknek a bemutatkozási lehetősége, hiszen mindig is, mint közösségi tér, teret adtunk az ilyen jellegű eseményeknek, programoknak, és nagy örömmel fogadtuk Attinak a megkeresését, aki pedig tálcán kínálta nekünk ezeket a fellépőket, és természetesen igent mondtunk rá, hogy akkor újra nyíljanak ki a Mustárház kapui, és akkor kezdjük el az időszakot, amikor végre egy picit szabadabban jól érezhetjük magunkat.
Ati, ez most azért van, mert hogy ilyen megalomániából terjeszkedni kívánsz, tehát nem elég a klub Hollywood, vagy mondjuk, én úgy tudom, hogy például a Barbizonban is vannak események, vagy ez egy ilyen több fronton történő támadás? Ez a zene szeretete, ez egy hivatás. És folyamatosan azon gondolkozok, hogy mivel, hova lehetne még elindulni, hova lehetne még nyitni. A Mustárházzal természetesen egy nagyon hosszú, régóta tartó kapcsolatunk is van, hisz a rádiót technikailag üzemeltetem a Mustárházban. És annyi megkeresés érkezett, és annyi emberrel beszéltem már, hogy hiányzik nekik a zene, hiányzik az, hogy egy szabad téren, egy kötetlen beszélgetés, zenehallgatással. Gondolkoztam rajta, majd megkerestem Gáborékat, és elbeszélgettünk erről a programról, aminek zenei körutazást adtunk. Tehát ez lesz a címe? Igen, ez egy nagyon átfogó programsorozat, ami június 17-től minden héten csütörtökön kezdődik, mert a jazzzenétől a néptáncos táncházon keresztül, a rockzene, a blues, minden héten más műfajú zenekar fog fellépni a Mustárház udvarán. Akkor itt még a legkifinomultabb ízléssel és a legkülönlegesebb ízléssel rendelkező városlakók sem mondhatják azt, hogy persze ránk nem gondoltál, mert valószínűleg mindenki megtalálja a fülének megfelelő melódiát, illetve csapatot. Hogy tervezitek, Zsuzsó, hogy lesz ez így egyáltalán kivitelezve ez a programsorozat? Ahogy Ati is említette, ugye ez június 17-én csütörtökön már indulni fog, 15 órától 19 óráig fognak ezek az alkalmak lezajlani. Azért gondoltuk, hogy egy ilyen könnyedebb délutáni, kora esti programot fogunk megvalósítani, mert aki esetleg a munkában végez, szeretne egy picit lazítani még vacsora előtt, az is beugorhat hozzánk. És természetesen ugye nekünk szomszédok vannak, ezért figyelni kell arra, hogy azért többé-kevésbé ne legyünk hangosak, zajosak, de természetesen őket is szoktuk várni ezekre az alkalmakra, és nem ritkán át is szoktak hozzánk jönni, tehát ott a környékbeliek is tiszteletüket teszik ott. És én úgy gondolom, hogy ez a kezdés tényleg egy olyan időpont, ami nem akadályoz úgymond az esti programoknak a megvalósításában sem, egy könnyed kis kikapcsolódás, egy kis zenehallgatás, beszélgetés, és ezt kint az udvaron szeretnénk. Nagyon szépen felújítottuk az elmúlt időszakban, úgyhogy ha másért nem is, ezért is jó volt, hogy egy picit csend volt a házban, mert nagyon megszépült az udvarunk, úgyhogy most már egy szép környezetben várjuk majd őket. Tehát ez lehet, hogy mondjuk megy a kis koncert, le lehet ülni, akár közben beszélgetni, tehát nem feltétlenül 100%-os aktív figyelemmel, akár aki akarja, háttérzeneként is fölfoghatja akár magát. Akár egy szalonnát is süthetnek. Ugyanezt akartam mondani, igen. Akár egy szalonnát is süthetnek, és azért esett a választásunk a csütörtöki napra, a kis péntekre. Hogy a hétvégét meghagyjuk az egyéb programjaikra, ez a csütörtöki nap már majdnem vége van a hétnek, egy könnyed zenehallgatás után a hétvége lehet a családi, a kirándulásoké. Igen, és hát ugye nem feltétlenül, nyilván a kora délutáni idő is olyan, hogy akkor tényleg csak egy kicsit lazítani, beszélgetni, esetleg nem tudom, meginni egy üdítőt, eszegetni valamit, hiszen másnap még azért az emberek nagy részének munkanap, vagy a diákoknak ugye suli van még, viszont mégiscsak úgy érezzük, hogy kaptunk valami kis feltöltődést, és ezt az utolsó napot, ezt már utána végig tudjuk csinálni, meg lehetőség végre emberekkel találkozni, és nem csak az online térben beszélgetni. Egyébként az online teret is kihasználtátok, gondolom, az elmúlt egy évben. Megpróbáltuk kihasználni, én így mondanám. Ugye a Mustárház is nagyon sokat, a Mustárház dolgozói nagyon sokat dolgoztak otthonról. Igazából a rádiót teljes egészében otthonról irányítottuk, illetve vettük fel a műsorokat. Hogyha megbeszélések voltak, természetesen azok online zajlottak. A fiatalokkal is ott tartottuk a kapcsolatot, illetve az egyéb különböző programok is ott mentek végbe.
illetve a koncertekhez még egy picit egy mondat erejéig visszatérnék, hogy azért is érdemes ezeket a lehetőségeket kihasználni, hiszen a szokásokhoz híven a Mustárházban a programok, ugyanúgy, mint ezek a koncertek is, ingyenesen látogathatóak, tehát most sem fogunk belépőt szedni, annyi, hogy most védettségi igazolvánnyal lehet majd látogatni ezeket az eseményeket. Természetesen a járványügyi helyzetre mindig tekintettel leszünk, és annak megfelelően fogjuk ezeket alakítani, de támogató jegyeket fogunk most alkalmazni. Elfogadunk. Igen. Igen, hát nyilvánvalóan ahhoz, hogy a továbbiakban is kreatív és jó kis programok legyenek, ahhoz azért valamiféle anyagi támogatás sem árt. Attila, említettük ugye a másik két helyet, ahol azért a koncertek lassan, de biztosan már megszervezésre kerülnek. Kik lesznek itt a közeljövőben azok az együttesek, akiket szívesen ajánlanál a kedves nézők figyelmébe? Hát nagyon-nagyon sok zenekar tudnék szívesen ajánlani mindenkinek, amik már biztosak. A jelenlegi kormány döntés értelmében az ültetett szabadtéri koncertek már megvalósíthatóak, ezért 6. hó 5-én már egy Honey Beast koncerttel kezdünk a Barbizon szabadtéri színpadán, amit még a Margaret Island követ, majd a Blaha Louisiana, Bialex, nagyobb koncerteket a szabadtéren szeretném megvalósítani, mind a mellett a klubot is. Ha a kormány engedi, akkor el fogjuk indítani a klubot is. Természetesen a védettségi igazolvány az minden esetben mind a két helyszínen szükséges lesz. Tehát a Sóston, a Barbizon. Mindenhol. És a, mindenhol. Tehát a kinti, illetve a benti koncerteken. Kinti, illetve benti koncerteken is a védettségi igazolványra, csak a védettségi igazolványra rendelkezők látogathatják. Hát köszönjük szépen, kívánunk sok sikert, és reméljük, hogy azok, akik éhesek voltak eddig, nem csak a szalonnára, hanem a közösségi életformára, a jó kis zenékre, a koncertekre, akkor azok végre megtalálhatják a számításaikat. Köszönjük, hogy itt voltatok. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Kedves nézőink, kutyás témával indítottuk a mai adást, a Weekend első részét ezzel is zárjuk. Következzenek Pejvás Csaba jó tanácsai. Az ültetés az legegyszerűbben úgy történik, hogy keresünk valami motivációs eszközt a kutyának. Ez lehet ugye játék, kaja vagy bármi más, amivel akar játszani, majd pedig így megfogjuk és elhúzzuk hátrafelé a fejét, feje fölött a motivációs eszközt. Gyere csak, gyere ügyesen. Így, és amikor ő felnéz, gyere ide, amikor ő így fölnéz, akkor annyira hátra fordul a feje, hogy leül a feneke. És amikor megcsinálta, akkor odaadjuk neki a jutalmát. Pórázon úgy tudunk neki segíteni, hogy fölfelé, majd nem előre. Gyere csak. Fölfelé, majd gyere, Pászti. Jó? Fölfelé majdnem előre meghúzzuk a pórázt, és addig tartjuk így a pórázt, ameddig le nem ül. Amikor leült, akkor egy picit visszaengedünk belőle, és nagyon megdicsérjük. Jól van, ügyes vagy, jól van. Gyere csak, gyere, megmutatjuk még egyszer. Gyere csak, ügyesen. Jó? Jól van, okos vagy, jó kutya. Fektetést azt ültetésből kezdjük el tanítani, miután leült a kutyánk, lehúzzuk a motivációs eszközt szinte a talajig, és egy homorú üvet rajzolva előre. Közben elhangzik a vezényszó. Ügyes, jól van, és amint megcsinálta, megjutalmazzuk. Általánosságban igaz az, hogy a tanulási szakasz elején azonnal jutalmazunk, utána pedig elkezdjük elnyújtani az elvégzett munka és a jutalmazás közötti távolságot. A
Abban az esetben, hogyha segítenek el a kutyának, jó? Pórázzal meg lehet azt tenni, hogy egy picit lenyomjuk és lent tartjuk a pórázát. Ő pedig elfoglalja a pozíciót. Gyere, mutassuk meg. Jó? Feküdj! Itt a mozdulat segítségével is lefelé vezetjük a kutyát, és ahogyan lehajolunk, még így ő egy kicsit arrébb is akar mozdulni, le akar pushodni, és ezzel is segíthetünk neki, hogy elfoglalja a pozíciót. Kedves nézőink, ne menjenek messzire, folytatjuk a Weekend második részével, Pünkösdi és gyermekprogramokkal, valamint egy múzeumi kiállításba is bepillantunk, maradjanak velünk. Kedves nézőink, ez már a Weekend második része, amit programajánlóval indítunk, Balogné Szűcs Zsuzsával a Sóstói Múzeum faluba invitáljuk Önöket, már is. Jó estét, szia Zsuzsa! Egy különleges gyakorlatilag program sorozattal várjátok a kedves nézőket, mindez pedig Pünköst kapcsán. Gondolom, ti is nagyon várjátok, hogy találkozzatok a látogatókkal. Igen, nagyon várjuk, hogy végre jeles nap jelenhet meg a Sóstói Múzeum faluban, és hát ez egy különleges ünnep a Pünkösd, az egyház születésének, a Szentlélek kitöltetésének az ünnepe, és azért háromnapossá tettük, hiszen hosszú hétvége van, reméljük, hogy a családok kimozdulnak, és természetesen mi is sok érdekességgel készülünk. Az egésznek a kidomborodás az természetesen a Pünköst hétfő napja lesz, amikor is 10 órakor megnyílnak a falu kapui, kedvezményes belépővel érkezhetnek a vendégek, és természetesen a nyírségre jellemző pünkösdi szokások megelevednek a jánkmajtisi portán. Természetesen idén is segítségünkre van a nyírség utánpótlás csapatai közül a lókötő és a topogó néptánc csoportok, és a májusfa kitáncolása mellett egy kis pünkösdi király választás, pünkösdi királyné járás, ahogy itt a mi megyékben mondják, ma vagyonozást is előadnak,
végre láthatunk viseletbe öltözött leányokat, legényeket, és megelevenedik a pünkösdi szokás a Jánkmajtisi portán. Aztán, hogyha a falu központba jönnek a vendégek, akkor a színpadon már is folytatjuk a programot, főleg a gyerekek számára lesz érdekes, az Ákombákombáb csoport lesz velünk, a Kuckó művésztanya, akik majd szépen átterelnek bennünket a református istentiszteletre, ahol tényleg a ünnep jellege, az Isten tisztelete kerül középpontban. Református liturgia szerint fogjuk ezt majd bemutatni, illetve a nap végén egy érdekesség lesz, csíksomlyói búcsú elevenedik meg a Sustói Múzeum faluba, Moldvai Csángó kutató, Harangozó Imre fotóiból nyílik egy kiállítás, amihez sok néptáncos segítséggel viseleteket is bemutattunk a főépületünk kiállítótermében. Eljön maga a kiállítási fotókészítője, Harangozó Imre, és egy könyvbemutatót is tart, úgyhogy szeretettel várunk ide mindenkit. És ezután természetesen Moldvai énekszóval zárjuk a napot. A Vikár zeneiskola növendékei fognak majd egy kis népdalcsoprot előadni. Úgyhogy körülbelül ilyen lesz a múzeumfalu fő. Ez a hétfő, ugye? Így van, fő ez programunk ez. A király választás végén a korona, vagy mondhatjuk ezt, hogy a három nap végén ugye a korona. A szombat-vasárnapi program az mennyiben különbözik a hétfőitől? Egy kicsit nem lesznek színpadi programok, viszont az élő portáink és a népi gasztronómia az megjelenik a múzeum faluban, lehetőség nyílik arra, hogy egy-egy portánkon akár a szövés, akár a gyertyakészítés, vagy az Árpád-kori faluban viseletbe öltözött tárlatvezetéssel, íjászkodással elvarázsoljuk a látogatókat, sok információt adunk át, lehetőség nyílik arra szombaton is, vasárnap, de hétfőn is, hogy akár audiogát készülékkel végig hallgassák a múzeum falu történetét, az épületekhez kapcsolódó információkat, és hát ugye rengeteg lehetőség van a családok számára arra, hogy akár népi játszóudvarunkon kikapcsolódjanak népi játékokkal, kézműves tevékenységekkel, vagy pedig a jármiházunkban Nádudvarról érkezett egy népművészeti tárlat, azt is megtekinthetik, és ott például nemezelni is lehet a vendégeknek. Említetted a népi gasztronómia megjelenését, így kifejezetten a pünkösthöz milyen ízek kötöttek régen itt a megyében? Azt nem tudom, mennyire tudják a tévénézők, hogy kenyérsütés tilalom volt pünkösd idején. Azonban mi kalácsot sütni fogunk, édes kalácsot sütünk. A pünkösdi étel nem igazán különbözött a vasárnapi ételektől, tehát nem olyan, mint a húsvéti terített asztal, amikor bőségesen vannak a termékenység jelképei, mint például a hímes tojás vagy a disznóságok. Azonban egy gazdag vasárnapi ebédnek valót elkészítettek, és pünköskor a kalácsfélék is megsültek. Ezekről fogunk egy ízelítőt adni a múzeumfaluban ezen a hétvégén is. Ezek ilyen ízesített kalácsok? Fonott kalácsok, ízes kalácsok, diós kalácsok, ugye, amit el tudtak tenni, azokból készítettek finomságokat, lekvárból készült kalácsok. És ha esetleg még egy picit arról beszélni, hogy miért volt kenyérsütési tilalom, mi volt ennek az alapja? Kenyérsütési tilalom, ugye ilyenkor már fogyott a búza, elvetették az új búzának valót, ugye az szentelmény volt a kenyér tilalom, és ugye minden ünnep valamilyen dologtiltó naphoz tartozott, na hát a pünköshöz valamilyen módon ez kapcsolódott, de azért elmondanám, hogy mint ahogy legtöbb ünnepünkhöz, a női szépséghez is kapcsolódott szokás, például nem tudom, mennyire tudják a tévénézők, hogy a szeplőség az nem volt egy szépségideál, és mint ahogy nagypénteken itt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, úgy pünköstkor is a lányok harmatos vízben mosakodtak, hogy szeplőtől mentesek legyenek és szépek legyenek, és ugye a seprű is a sarokban maradt, és nem volt szabad takarítani, tehát így a kenyér sem kerülhetett be a kemencébe, tilos volt ekkor kenyeret sütni. Tehát tulajdonképpen egy picit az ünnepet meg kellett tisztelni azzal, hogy lazítottak, és nem dolgoztak olyan intenzíven, mint egyébkor. És maga a pünkösdi király és a pünkösdi királynő választás, vagy királyné választás, az hogy zajlott mondjuk ezelőtt 80 évvel? Vagy 100 évvel, igen. Azért sajnos sokszor vissza kell már ugornunk több évet is. Megyénkben rakamazon
tudtak a kutatók leírni egy olyan szokást, hogy a rakamazi legények, azok egy lóverseny keretében megülték a lovat, és ebben a legügyesebb, aki legelsőnek ért célba, ő lett a rakamazi királyfutásnak a győztese, tehát a pünkösdi király. Uh-huh. Ez tulajdonképpen egy virtuskodás volt. Magyarországon, a Kárpát-medence területén nagyon sok változata ismeretes, a mi megyékben ez egy különlegessége volt. A lányoknál pedig az adománygyűjtő szokások között volt a mavagyonolás szokás, ami a pünkösdi királyné járásnak egy hasonlatossága. Ilyenkor egy leányt, a legkisebbet általában beöltöztették fehér ruhába, felette egy ilyen függönyanyagot, vagy fájtlat, vagy kendőt kiterítettek négy csücskén egy-egy nagyobb leányzó, és jártak házról házba pünkösdölni, szép énekeket énekelni, és közben ezért a szép énekmondásért kaptak ajándékképpen édességeket, kalácsokat, és ez tulajdonképpen a lányok adománya volt, amit utána a nap végén elosztottak egymás között. Nos, hát ebből is láthatunk akkor majd kis ízelítőt, ugye a táncosoknak köszönhetően, és hát magából, abból az atmoszférából, abból a feelingből, abból a nagyon jó érzésből, amit az ember a Sóstói Múzeum faluban járva kelve megtapasztalhat. Reméljük, hogy sokan kilátogatnak olyanok, akik már nem először vannak ott, és lesznek azért majd új vendégek is. Így aztán elindul tulajdonképpen, mondhatjuk azt, hogy az évad a Sóstói Múzeumfaluban, hiszen a hosszú tél és a felkészülés után azért az elsősorban a tavasz és a nyár az az évad, amikor a leginkább várjátok a látogatókat. Aki most valami miatt nem tud menni, mikor lesz a legközelebb ilyen nagyobb jeles alkalom, amikor várjátok a látogatókat? Nem kell sokat várni, május 30-án családi gyermeknapja várjuk a vendégeket. Egy különleges alkalom lesz, szintén a múzeum faluban. Érdekessége az az lesz, hogy minden gyerek még egy kakasos nyalókára is a vendégünk lesz, csak hogy a műhelysorunkban lévő mézes kalácsos műhelyben készülők is kakasos nyalókákra utaljak, és bizony, hát sok olyan programot szervezünk erre a napra, amely főleg a legkisebbeket érdekli majd, főleg nyíregyházi előadókat hívunk, és azt gondolom, hogy ez egy izgalmas alkalom lesz a családok számára is, és reméljük, hogy kimozdulnak a múzeumfaluba egy jó időtöltésre, de természetesen már készülünk a legrövidebb éjszakára, a Szent Iván éjszakájára, június 23-ára. Talán nem lövöm le az érdeklődők figyelmét azzal, hogy Matyók című kiállítással készülünk. Ez egy különleges kiállítás lesz a Herman Otto Múzeumból Miskolcról, aminek a fókuszában a matyók lesznek, nem csak viseletanyaggal, szokásokkal, tárgyi kultúrával jelenek meg, egy igen izgalmas kiállítás érkezik erre a napra, és reméljük, hogy jó idő, kedvezés, a szerelmesek a tűzugrást is majd meg tudják csinálni, és szerelemkötés megtörténik. Köszönjük szépen, Zsuzsát, nagyot ugrottunk, hanem is a tűzben, minden esetre az időben. Reméljük, hogy sokan lesznek most pünköst mind három napján a múzeumfaluban. Köszönjük, hogy itt voltál. Kedves nézők, egyébként a gyereknapon fellép majd a Burattinó Bábszínház is, nem sokára velük folytatjuk. Előtte azonban virtuálisan átmegyünk a József András Múzeumba, ahol egy állandó kiállításba pillantunk be, részleteket pedig a kiállítás kurátora, dr. Körösfői Zsolt mesél. József András Múzeum alapítónak a megidézett, rekonstruált munkaterében vagyunk jelenleg. Jobb szót nem tudok használni, mint hogy munkatér, ugyanis, hogyha körbenézünk, akkor hát nem tudjuk igazából beazonosítani, hogy hol is állunk. Ez azért van, mert ez a helyiség egyszerre szolgált orvosi rendelőként, ahol József doktor minden héten szerdán és szombatonként várta a népek millióit, ahogy ő mondta, illetve egyszerre szolgált régész kutatónak a dolgozó szobájaként, ahol az érdekesebb leleteket újra rajzolta, a kutatásait elemezte, és hát ugye olyan furcsaságok is vannak, amit egy rendelőben nem várnánk, látjuk, hogy ilyen asztalos szerszámok vannak,
tehát asztalos műhelyként is szolgált, és a háttérben látszik egy padlótól mennyezetig terjedő könyvespolc, és láthatjuk, hogy félkész hegedűk vannak rajta, ugyanis ő hangszereket is készített, és alkalomattán több hangszeren játszott is. Egy nagyon színes ember volt Józsa András, és gyakorlatilag ezt látjuk ebben a teremben, illetve még azt látjuk, hogy igen, elfoglalt lehetett, és hát, hogy nagyon sok mindennel foglalkozott. Mi különböző tárgyakat helyeztünk el itt a nevezzük kiállító térnek, bár mi igyekeztünk a legkevésbé se terhelni feliratokkal, az volt a cél, hogy legkevésbé se az látszódjon, hogy ez egy kiállító tér. Van itt kávéfőző, van boroshordó, ugyanis ő számtalan találmánya volt, kávéfőzőt készített, pezsgőkészítéssel is próbálkozott, sőt a lányainak pelenkát is vart, hogyha kellett. És hogy ezt a termet nem a fantáziánk alapján csináltuk, mi igazából szolgai módon, itt a szónak a jó értelmében, lemásoltuk azt, amit láttunk, és pedig egy korabeli fotón, és gyakorlatilag minden, ami itt látható, azt erről a korabeli fényképről másoltuk le, illetve a helyiségnek vannak olyan részei, ami a fotón nyilván nem látszottak. Ezeket Józsa Jolán, az egyik lánya, ő írta le, és akkor azok a részek, amelyek a fényképeken nem látszanak, azokat kiegészítettük a leírás alapján. Ezt a kiállítást a Kubinyi Ágoston program keretén belül valósítottuk meg, ha jól emlékszem, 2 évvel ezelőtt. Igazából itt már volt egy Józsa kiállítás, és azt újítottuk meg, hát gyakorlatilag teljesen átépítettük. És a tárgyaknak is különleges érdekessége, hogy lehet használni. Tehát nem műtárgyak, ami műtárgy azt zárható, nem vitrínbe tettük, de úgy építettük be, hogy védve legyenek. Ezeket a tárgyakat lehet használni, rá lehet ülni a székre, lehet ülni az íróasztal elé, itt van egy kanapé, ott is helyet lehet foglalni. Külön történetük van, nagyon nehezen tudtuk beszerezni, gyakorlatilag a Székelyföldtől a Nyugat-Magyarországig kerítettük elő a tárgyakat. Nekünk ez az interaktivitás, ugye a 21. században ez egy nagyon divatos szó, hogy interaktivitás, de igazából ott tartunk, hogy már az az interaktivitás, hogyha jön a fiatal, és akkor megfogdossa ezeket a régi dolgokat. Az első ütemben készült el Józsának a rendelője, nevezzük rendelőnek, és második ütemben készítettük el ezt a részt, amelyik egy korabeli ásatást hivatott ábrázolni. Tudni kell, hogy az Alföldön és hát Szabolcs megyében is nagyon sok halomsír található. Számos néven ismerik halomsír, kurgán, földpiramis. Az nagyon fontos, hogy nem egy nép építette, hanem gyakorlatilag a késő részkortól a kunokig, egymástól térben és időben élő népek emeltek a halottaiknak halomsírokat. Na már most Józsa András is nagyon érdekelték a halmok, elmondása alapján ő maga 24-et tárt fel, és a történet úgy kezdődik, hogy a megyében a legelső halmot 1859-ben tárta fel egy Pataki András nevezetű szolgabíró, majd a következő kurgánokat Józsa András tárta fel a hátam mögött, illetve Báró Vécsei főispán, ők az 1867-ben volt az első feltárás, meg 68-ban folytatódott. Nagyon sikeres volt a feltárás, hiszen úgy belelkesültek, hogy az ásatás után, meg András nap után megalakították a Szabolcsi Régészeti Egyesületet, amely gyakorlatilag a múzeumnak a gyerekkorának számít.
Már most itt a kiállításban a geszterédi ásatás próbáltuk megidézni, ez az első ásatás. Itt, amit láthatunk a háttérben, egy megnegyedelt halom. A korszakban általában nem így ásták a halmokat, hanem ők úgy nevezték, hogy kereszt folyósokkal rástak, illetve mind a korabeli rablók aknákkal mentek a halom tetejétől az alja fele. Na de mi most egy negyedelt halmot hívtunk itt életre, és ennek az az aktualitása, hogy az első feltárások mentek Geszteréden, ott 2 évvel ezelőtt ásatást végeztünk, és annak a halomnak, a zsidó temető alatti halomnak a réteg sorai láthatóak a hátam mögött. Itt elhelyeztünk különböző korabeli bontószerszámokat, ugye a hátam mögött van még 2 munkásember, illetve egy kíváncsiskodó gyerek ott fent a halom tetején. Tehát igyekeztünk bemutatni, hogy akkoriban mivel dolgoztak, és ami nagyon fontos, hogy itt az előtérben ki van állítva annak a geszterédi halomnak az anyaga, aminek a felbuzdulására hozták létre ezt a múzeumot. Itt egy valószínűleg második-harmadik században élő szarmata fegyveresnek a sírját találták meg józsaik, akkor ezt az anyagot a Magyar Nemzeti Múzeumnak adományozták, és jelenleg is az ő tulajdonukban van, de egy bizonyos időre kölcsön adták, és elmondhatjuk, hogy a feltárás után 153 évvel ismét hazatértek a nyílségbe egy rövid ideig. Néhány perccel ezelőtt a Múzeumfalu gyereknapi programja kapcsán már felmerült a Buratino Báb Színház neve. Velük zárjuk a mai víkendet. Buda Mónika és Kerekes János a vendégeink. Sziasztok! Szervusz! Kérdeztem itt az előbb, hogy hogy vagytok, és akkor Mónika nagy lelkesen mondta, hogy remekül, mert végre már elkezdődött valami kis mozgolódás a Buratino Báb Színház házatáján is, de gondolom, hogy azért ti mozgolódtatok eddig is, vagy legalábbis készültetek. Hogy teltek az elmúlt hónapok, János? Borzasztóan. Borzasztóan? Lassan. Nagyon-nagyon rossz volt. Lassan. Hát eleinte, november elején még ilyen bizalommal tele, mint örök optimisták. Nem hittük, hogy a karácsony, a Mikulás ugye az egyik fő szezonunk, meg az egyik fő ünnep a gyerekek részéről, hogy az is az sem lesz megtartva. Ugye hát itt a tavaly ugye a húsvét is, a pünkösd is, a gyereknap, ilyen minden ugye megszűnt, nem volt megtartva semmi. A gyerekekkel ugye kapcsolatot nem tudtunk tartani, ugye eleve már a szülő is az óvonába úgy vérte be a gyereket, hogy csak az ajtón beadta, tehát mi se tudtunk menni játszani sehova. Úgyhogy hát bizakodtunk. A nyáron még volt egy kis mozgás, de nem az igazi, ugye falunapok, családi napok az ugye semmi, de legalább a bábszínház nyitva volt, csúran cseppent egy pár ember, aztán novembertől megint nem. Akkor még bíztunk benne, hogy hát nem igaz, hogy nem fog ez olyan sokáig tartani, hát Mikulás van, karácsony van, harmadik ilyen nagy ünnep, nem lehet, hogy ne nyissunk, ne legyen közönség. Hát aztán tapasztaltuk, hogy nem megy a dolog. Ami kis tartalékunk volt, hamar feléltük, ugye továbbra is csak kellett fizetni a bizonyos költségeket odabent. Bepróbáltunk bábokat készíteni gyerekeknek, kis kézre bábokat. Ha nem megpróbáltunk, mert készítettünk. Meg is csináltunk is több. Még külön előadásokhoz is készítettünk bábot,
mit tudom én, három kis malachoz, vagy a medvés, a szegény ember, Vitéz László, vagy Paprika Jancsihoz kisebbeket, de hát mivel ugye a szülők se nagyon jártak fel, ezért nem is nagyon látták, hiába hirdettük mi a Facebookon. Rengeteg munka volt velük, mert igényesen csak szerettük volna megcsinálni, de nem úgy fogyott, ahogy kellett volna. Szóval aztán kitartóan úgy küzdöttetek. Kitartóan. Azért de szeretnék most már egy picit majd a pozitívumokról beszélni, mert nyilván nagyon nehéz volt. Igen. Ennek mindenkinek az egész időszaknak azt gondolom mindenkinek nehéz, és nagyon sok szinten boncolgathatnánk, de a művészvilágnak, azoknak, akiknek tényleg nap mint nap kontaktusuk volt a nézőkkel, azoknak valóban egy borzasztó érzés, mert hiszen ilyen még nem volt. Valaki legfeljebb azért nem lépett színpadra, mert úgy döntött, vagy esetleg megbetegedett egy-két hétre, de úgy általában ugye egy színész, egy bábművész ott van a közönségek között. De legalább tudjuk, hogy mennyit ér. Decemberben volt felkérésünk online. Ilyen borzasztó volt. Az operatőr az kuncogott, remegett a kamera, aki felkért, ugye a szervező szintén kuncogott, aki még bent volt, de nagyon rossz volt nekünk játszani, nem volt visszajelzés, így van, nem volt visszajelzés, és ezért mondtam neked azt, hogy annyira jó volt, végre zsivat volt a hétvégén, csipogtak, csiripeltek, jöttek, visítottak, mondták, hogy Róka, vigyázz magadra, mert figyelünk. Nagy boldogság, végre nagy boldogság. Na hát, én remélem, hogy akkor olyanok vagytok, mint a növény, aki már-már a kiszáradás szélén volt, de jó, aztán jött a jó tündér, meglocsolta, meg táprudat, meg mindent kapott, és igen, akkor most már teljes virágában pompázhat. De hát azért közben csak készült egy előadás, és nagyon vicces már a címe is, vagy legalábbis ugye így felnőttként érdekes. Ki altatta el a tejet ez a... Én ezt úgy szoktam mondani, hogy ez egészséges előadás, mert konkrétan arról szól, hogy a kislány kap Zozó egy csupor tejet, és hogy hogy aludt meg a tej. És mi is ez az aludt tej? A többit nem mondom el, mert jöjjenek és nézzék meg, de tényleg arról szól, hogy ugye van ez az aludt tej, amit a gyerekek nem biztos, hogy megesznek, még mi se nagyon, és konkrétan kedvet csinál ez az előadás, de nagyon cuki kis édesmese. Hát gyakorlatilag a művészetnek ugye az a célja, és az egyik funkciója mindamellett, hogy gyönyörködtessen, hogy valahol a tudatot is formálja, és a kisgyerekeket hol lehet ugye egészséges életmódra nevelni, mint az óvodában, vagy egy rajzfilm, vagy egy báb színházat nézve. Hány szereplős egyébként ez az előadás? Hát három szereplős, egy élő szereplő, a kislány, aki tartja a kapcsolatot velünk is, a bábokkal és a közönséggel is, a gyerekekkel is. És mi ketten vagyunk bent, játsszuk az erdő lakóit. Több szerepünkben. Igen, még egy szereplő elférne, de hát ugye bennünket is csak megérintett ez a hullám, úgyhogy egy fő sajnos elment tőlünk, és ő máshol helyezkedett el. Most úgy jelenleg nem tudjuk pótolni, ezért ugye a bábosnak két keze van, már két bábosnak négy keze, tehát így az akkor az erdő népét már így meg tudjuk lassan mutatni. Folyamatosan készültök azért, és tényleg azt látom, hogy tartjátok magatokban is az erőt, és ez a fajta szeretet, ami a gyerekekhez köt titeket, és magához, a báb színházhoz, ez tényleg nagyon nehéz. Nincs olyan vírus, ami ezt szerintem ki tudná egy igazi művészből ölni. Ez az egyik előadás, amiről itt most beszéltünk, de hát gondolom, hogy több is forog. Ezen a nyáron milyen előadásokat visztek majd a gyerekek elé? Van egy örök kedvenc, a Nyuszikaland. Ezt nem lehet letenni. Fejlődik velünk együtt, én Jancsival már 11 éve játszom, ő már játszotta azelőtt is, én 13 évesen is játszottam. Annyira jó kis mese, és annyira mai, bármikor elő lehet venni, ugye elcsavarog a gyerek, nem fogad szót,
itt most már a piros lámpa, ugye, hogy elütötték a kisfiút, hogy átszaladt a piros lámpa, azt is belevesszük. Benne van a Covid is. Folyamatosan hogy a rókának, így van, és épül, állandóan épül az előadás, és napi szintre. Tehát ugyanúgy, hogy a rókának is ugye oltása van már, és ezért őt nem fogják kilőni. Aha. És ő nem fél a vadászoktól például. Aztán készülünk még azért, nem csak ez az egy előadás készült itt a 6 hónap alatt, úgy mondom, inkább, hogy félig készen vannak, mert teljesen nem készítettük el, mert nem láttuk értelmét, hogyha nem lesz bemutatva, úgyis újra kell próbálni. Hát félig kész előadás lesz még ilyenünk, hogy a Kukacgubanc, az is egy nagyon cuki kis mese, Lázár Ervin mese alapján készült, illetve lesznek még itt felújítások is, amikkel úgy félig meddig készen vagyunk. Hát elővettünk mi a 5-6 előadást. A bábok igen, azok megvannak, ugye? Igen, megvannak. Csak gyakorolnak kell. Aztán ugye már csak gondolunk a jövőre. Ugye tavaly a bábos bérletünk az elúszott, úgyhogy most készülünk, már ugye vannak címek is, amiket úgy szoktuk mindig, hogy 4-5-6 darab címet leírunk, és aztán elkezdünk rajta július környékén már úgy gondolkodni, mit lehetne, hogy lehetne, és akkor abból 4-et meg szoktunk csinálni. Mit tudunk létrehozni, mennyi ember lesz igen, rá, ki megy el, anyagi lehetőség. Anyagi. Tehát, és akkor ezt így már azok is tervben vannak, és hát aztán ugye most a gyereknapi, ugye elég közel van, aztán nyári táborok lesznek, már oda is van, meghívunk, úgyhogy ahogy én hallom, mindenféle művészeti réteg nagyon bizakodó, hogy ugye az igény az megnőtt rá, szinte ilyen kultúrészségben van mindenki, a zenétől kezdve a színjátszásig, és vár, mindenki mondja, hogy biztos, hogy nagyon sok meghívás lesz, és lehet lesz menni. Úgyhogy mi is ebbe bízunk. Így van, így legyen. Igen, és még gyermekcsoportot szeretnénk indítani. Ez nagyon régi terv. Persze, milyent indítottuk volna, bejött, aminek nem kellett volna. Most talán megpróbáljuk akkor így a gyereknap után, ez már addig úgyse érdemes, mert szanaszét leszünk. És megpróbálok gyerekekkel elkezdeni valamit. Hát itt 2 évestől 8 évesig, 13 évesig volt jelentkező. Nagyon szeretném, a Magyar Bábjátékos Egyesület is nagyon támogatna minket ebben, hogy minél több gyermekcsoport szülessen. Ugye a pedagógusok le vannak terhelve, nincs még arra idő, hogy még ezzel is foglalkozzanak. És úgy gondoltam, hogy csak jó lenne egy ilyen. Úgy gondoltuk, hogy kell egy csoport most már. Hogy legyen utánpótlás a Buratinónak. Hát köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Reméljük, hogy a gyereknapon sokan ott lesznek, és akár már a jövő báb generációi jelentkezhetnek is majd erre az újra, vagy a most szerveződő báb csoporthoz. Köszönjük szépen. Mi is köszönjük, hogy itt lehetünk. Kedves nézőink, mint látták és hallották, már válogathatnak a jobbnál jobb programok közül, a Weekend viszont már a véget ért. Tartsanak velünk jövő héten is ugyanebben az időpontban, amikor is újabb programokat ajánlunk majd a figyelmükbe, de szó lesz a mentális és a fizikális egészségünkről is. Addig is vigyázzanak magukra, a kollégáim nevében is köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra.